meghallgatása az 9-től 11-ig tartott, majd egy órás tanácskozásra vonultak vissza a fellebbviteli bizottság tagjai. Most hirdették ki a döntést. Tulajdonképpen két dologban enyhítettek az elsőfokú szankciókon. Az MLS-nek a 100.000 eurós büntetéséből 50.000 euró befizetését felfüggesztették. Nálunk pedig csak annyi, hogy nem 3 évig, hanem 2 évig tart az a időtartam, amíg ha nem vetünk el semmilyen újabb fegyelmi vétséget, akkor tulajdonképpen 3. évbe lehet indulni. A másik dolog pedig az ugye, hogy ha mondjuk idén Európa Ligás helyezésen végzünk, akkor idén nem engednek be a BL-be vagy az EL-be, és akkor letöltötte az ETO büntetését. Érvényben maradt az ETO-nak a pénzbüntetése. Nyilván ez számunkra nem elfogadható döntés semmilyen körülmények között, úgyhogy ahogyan én ezt korábban jeleztem, hogyha érdemben nem változtat a fegyelmizottság döntésén a fellebbvitel, akkor ezt a Lozani Sportbíróság előtt meg fogjuk támadni. Igazából ilyenkor nem történik indoklás, hanem kihirdetik a döntést. Bizonyos idő belül majd elküldik az írásos indoklást is a döntéssel együtt. Tehát nyilván akkor van nekünk lehetőségünk majd érdembe megtámadni ezt a döntést a Lozani Sportbíróság előtt, hogyha tudjuk az érdemi indoklást is. Most csak a döntést hallgattuk meg. 21 napon belül lehet fellebbezni, nyilván ez idő alatt meg kell, hogy érkezzen az írásos indoklás. Tulajdonképpen menet az hasonló az UEFA-hoz, tehát be kell jelenteni a fellebbezést, és amikor megkaptuk az írásos indoklást, akkor pedig az érdemi fellebbezést be lehet nyújtani. A Lozani Sportbíróság az, mint egyfajta választott bíróság, ott az európai számviteli és jogrend alapján hozza a döntéseit, az UEFA pedig az UEFA szabályozás alapján. Az UEFA-t nem érdekelte az, hogy nem volt számla, azt mondja, hogy ki kellett volna fizetnünk, és ezért marasztalt el bennünket. Őt nem érdekelte az, hogy a szakértőnk, Szabó István könyvvizsgáló, elmondta világosan, hogy Magyarországon bűncselekmény az, hogyha a bizonylat nélkül fizet valaki. Ennél fogva azt gondolom, hogy én, ahogyan korábban is jeleztem, már nem várok, és nem is vártam nagy meglepetést, hogy itt a saját szabályzataik ellen döntsenek. Ezek a szabályzatok azt gondolom, hogy nem összeegyeztethetők az európai és a magyarországi számviteli szabályozásokkal és ennél fogva és a jogi harmonizációval. Ennél fogva nehéz eldönteni, illetve hát el lehet dönteni, hogy egy klub, illetve egy szövetség az kinek akar megfelelni. A törvényeknek, ami rá vonatkozik a hazájában,